Tavaly a győr hazai 3-1-es vereséggel zárt a kisvárda csapata az MB2-ben. Azóta pont egy hónap telt el, ez alatt a játékosoknál a pihenésé volt a főszerep. Szerdán azonban ismét szerelést töltöttek a várdaiak, és elkezdték a felkészülést a tavaszi rajtra. Most a nulladik héttel kezdünk, ugye, mert ez egy rövid hét. Kezdeném azzal, hogy már mindenki ebbe az évbe otthon külön munkát végzett, futó munkák voltak benne, erősítési gyakorlatok. Most ebbe a három napba szintén ezt folytatjuk, ez nulladik hét, és vasárnap elutazunk a csapattal Egyiptomba, ott egy hetet fogunk eltölteni, és igazából hétfőtől kezdődik a felkészülés java. A felkészülés pedig nem csak itthon, hanem külföldi edzőtáborban is fog zajlani. A kondás elemér által említett egy hetes egyiptomi túrát követően az elmúlt két évben bevált Törökország felé veszi az irányt a csapat. A felkészülés 46 napja alatt a tervezett 40 edzés mellett 9 edzőmérkőzés is vár az együttesre. Egyiptomban is fogunk edzőmérkőzést játszani egyet, aztán utána, amikor hazajöttünk, akkor itthon, következő héten Debrecenben játszunk dupla mérkőzést, aztán Törökországban szerda, szombat, szerda ritmusban fogunk edzőmérkőzéseket játszani jó csapatok ellen. Amikor hazajövünk Törökországból 15-én, akkor hétvégén 18-án hazai pályán játszunk egy edzőmérkőzést, és a következő hétvégén pedig már az a legelszeg elleni bajnoki találkozó van. A kisvárda keretéhez már az új szerzemények is csatlakoztak. Jánvári Gábor régió ismerősként a haladástól igazolt kondás Elemér együtteséhez, neki itt indult még 2007-ben a pályafutása. Rajta kívül a szerbiai Rados Protis számít friss igazolásnak, illetve a Magyar futballakadémiáról Sós Dávid érkezett erdélyi botont helyére a stáb a hiányposztokat próbálja erősíteni. Igazából a bal oldalunk volt egy kicsit hiányos a bajnokság, tehát az őszi vége felé balról kevés labdát tudtunk bejuttatni, egy ritmusban a kapu elé, és oda mindenképpen kellenek nekünk ballábas játékosok. A tavasszal még 17 bajnoki mérkőzés vár a Kisvárdára, amelyeken a feljutás kivívása nem elérhetetlen cél. Kondás elemére együttese 47 ponttal a második helyen telel, 5 ponttal lemaradva az éló a semtékától, és 10 ponttal megelőzve a harmadik békés Csabát.